Van egy nagyon fontos gondolatiság, amit az egyik ismerősöm, ügyfelem vetett fel, és ez a gondolat engem nagyon erősen megihletett, ami az energiákról szól. Én az energiákról már nagyon sokat beszéltem. Rengeteg olyan előadáson felvételen van, ami tulajdonképpen az energetikai rendszerekről szól. De most megemlítette egy olyan mondatot, ami nagyon erősen úgymond megütötte a fülemet, vagy valamimet, ami által tulajdonképpen most megpróbálom végigfuttatni ezt a gondolatiságot. 811. alkalommal. Ugye ez a 811. felvétel öt év alatt. Ő azt mondta, hogy előfordulhat az, hogy különböző energetikai rendszereket nem zárunk le, vagyis ezeket úgymond nyitva hagyhatjuk. És hogyha mondjuk én nyitva hagyok egy ilyen energetikai rendszert, akkor nyilván, hogy belőle nagyon sok minden fog származni, és nagyon erősen fog hatni, dominálni, főleg a testre. Nos, nyilván, hogy beszélhetünk itt arról, hogy ezt a mostani testetöltésünkben is el tudjuk követni, tehát most is nagyon sokféle energiával működünk, és nagyon sokféle energetikai rendszert úgymond hagyhatunk nyitva, de ugyanakkor arról is beszélni kell, hogy nyilván vannak olyanok, amelyek le vannak zárva, vagy amelyeket lehet, hogy mi zártunk le szándékosan, mert hogy ezekre az energiákra már esetleg nincs szükség, vagy nincs is megengedve. Szerintem ez a mai téma nagyon izgalmas lesz. Most fogom ezt először így kibontani. Bár, ahogy mondtam, már sokat beszéltem a különböző energetikai rendszerekről, de arról, hogy mi az, amit nyitva hagyunk, és mi az, amit lezárunk, arról lehet, hogy kevésbé. Hát főleg nem így, ilyen rajzos felvétel keretében, illetve szabadságában. Tehát igen, az a nagyon fontos kérdés, és az lesz a mai adásunknak a témája, hogy mi az, amit ugye nyitva vagyunk, és mi az, amit lezárunk. Mert ez nagyon nem mindegy, és persze az sem mindegy, hogy igazából ez kitől függ. Mert az is lehet, hogy nem mindenről mi döntünk. Nem mindenről mi döntünk, Hát lehetnek olyan esetek is, hogy szerintem olyan vállalások, amelyek során, hát mondjuk azt, hogy egy feljebb való dönt erről. Persze beszéltünk róla úgy is, hogy hát az Isten, lehet, hogy az Isten az, aki sok mindenről dönt, és olyan energetikai rendszereket hagy nyitva, amelyekre szükségünk van, és olyanokat pedig lezár, amelyekre már nincs, vagy amiben mi úgymond nem is tekinthetünk bele, vagy amilyen energiákat mi nem használhatunk. De szerintem ez mindig attól függ, hogy az embernek milyen feladata van, hogy én milyen feladattal jövök ide. Nyilván, hogy olyan energiák nem lesznek előttem nyitva, vagy olyanokat nem fogok tudni használni, amelyekre nincs szükségem, azért mert most nincs olyan feladatom. De ha viszont van egy nagyon erős misszióm, vállalásom, akkor ahhoz mértem, pedig szerintem nagyon sok energiát meg fogok kapni. És hát mondhatjuk azt, hogy igen, ez igaz az én életemre is, hiszen nagyon sok olyan energiát megkaptam, és tudtam mozgósítani, amelyek által például ezt a 811 felvételt ugye létre tudtam hozni, meg még nagyon sok minden mást. Nyilván, hogyha nem ez lett volna a dolgom, a mostani testetöltésemben, akkor ezeket az energiákat nem is kapom meg, és nem is tudom őket kamatoztatni. Ö, igen, tehát itt azt is meg kell nézni, hogy egyénileg, ugye, hogy ki egyrészt hol tart, milyen misszióval és vállalással érkezett a Földnevű Bolygóra, hogy kinek mi az, ami megvan engedve, ki mibe láthat bele, mert ugye azt is tudjuk, hogy nem mindenbe láthat bele mindenki, vagy egy adott dologba. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon erősen összefügg azzal, amit mondok, hogy kinek milyen feladat a vállalása van, vagy hogy ki mit vállalt el, eme testetöltése kapcsán. Persze nem csak ezt az egy testetöltést kell szerintem idevenni, hanem valamennyit, és még talán azt is, sőt, biztos, hogy ezután mi lesz? Tehát, hogy a mostani testetöltésem után, hogy én mondjuk visszaszületek-e még, vagy sem, hát, és hogyha nem, akkor oda tovább milyen energiákat viszek. Persze azt is tudom, hogy vannak olyan emberek, akik szándékosan próbálnak különböző energetikai tereket kinyitni, vagy feszegetni, de szerintem ez nagyon erősen visszahat, tehát ezzel szerintem vigyázni kell, mert nem mindegy, hogy milyen energetikai rendszert nyitok én meg, és ugye miből táplálkozom. És ugye mondtam, hogyha vannak olyan rendszerek, amelyek ugye előttünk le vannak zárva, nyilván nem véletlenül, és akkor azt szerintem nem is szabad feszegetni. Hát tudjuk azt, hogy az energiának nagyon sokféle úgymond válfaja van. Szerintem az a legfontosabb, és ez a legelsődlegesebb, amit meg kell említeni, hogy van ugye a pozitív és a negatív energia, hiszen ugye két pólusú világrendben, földi létezésben élünk. Hát igen, tehát hogy ha mondjuk három pólusú lenne, akkor megjelenne mondjuk még egy energetikai mintázat, de mivel a Földön, a Földön, kétpólusú rendszer van, ezért megjelent a pozitív és a negatív, illetve azt mondom, hogy a pozitív mellett megjelent a negatív, mert szerintem az eredetben, mint olyanban csak pozitív energia van, tehát ez az alap, vagy mondjuk az, hogy ez a természetes, de sajnos a Földön valamiért megjelent a negatív energia is, hát ugye ez az, amit én kutatok, hogy miért mert elvileg nem kellett volna. És én azt gondolom, hogy ez az egész rendszer eredetileg nem is így volt fölépítve. Tehát, hogyha most arról beszélünk, hogy szerintem milyen volt az eredeti teremtés, vagy milyennek kellett volna lennie, akkor azt kell mondani, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész úgy lett kitalálva és megálmodva, hogy csak pozitív energiák működjenek a Föld nevű bolygón, ergo ugye, hogy csak szeretet legyen, de sajnos, hát megjelentek a negatív energiák, nagyon erősen ugye begyűrűztek a földnövű bolygóra, és hát ezek vannak hatalmon, vagy többségben, mert hát mondhatjuk azt, hogy hát szerintem 80%-ban még mindig a negatív energiák dominálnak a Földön, és a maradék 20%-ban meg talán elvétve nyomokban találhatunk szeretett energiát, vagy pozitív energiát, Hát szerintem főleg akkor, hogyha kivonulunk a természetbe, még talán a természetben találhatunk pozitív energiákat és rezgéseket. Azt kell mondanom, hogy sajnos az emberek között már nem, mert a mai emberek jó része nagyon démonivá vált, nagyon elidegenedtek egymástól az emberek, nagyon sok negatív energiát mozgatnak meg, persze nem mindenki tisztelet a kivételnek, de én azt mondom, hogy ha igazi pozitív energiákkal akarunk még találkozni, vagy ezekből táplálkozni, akkor ki kell vonulni a természetbe, mert szerintem a mai korszak, ez a nagyon erős démoni, ellenséges korszak csak így viselhető el, vagy nagyon erősen ki kell vonni magunkat, úgymond a társadalmi életből, bár mondjuk én ezt a fajta létezést vagy közeget már nem nevezném társadalomnak, mert ugye ebben a szóban benne van az, hogy társ, hát ezzel kezdődik ez a kifejezés, de hát társak, társaságok és társas együttlétek. Igazi, mondjuk úgy, hogy közösségek már szerintem nem igazán vannak, maximum ilyen érdekkapcsolatok. Tehát sajnos mondhatjuk azt, hogy ez a fajta állapot igen erősen megingott, és nagyon nehéz már ö, erős kohéziókat létrehozni, olyan kapcsolatokat, amelyekben csak pozitív energiák működnek. De hát ahogy mondtam, szerintem az eredeti minta terv nem ilyen volt. Tehát az eredeti tervben biztos, hogy csak pozitív energiák fogalmazottak meg, és hogyha arról beszélünk, hogy tényleg valóban Isten teremtette a Földet, meg az itteni létezést, akkor mondhatjuk azt, hogy szerintem ő is úgy, hát főleg ő képzelte el úgy ezt a dolgot, hogy itt csak szeretet lesz, és csak pozitív erő, pláne úgy, hogy ő maga az egypólus, tehát benne csak pozitív energiák fogalmazódnak meg. Ez azt jelenti, hogy ha az ő energiáiból jött létre, úgymond a földövő bolygó, és az itteni millió közeg, akkor nyilván, hogy hogy csak pozitív energiák éltek annó, hát még ugye a kezdetek kezdetén, és ezért mondják azt, hogy az akkori állapot még ugye édenként, mondjuk úgy, hogy édenként ö, funkcionált, de aztán ugye begyűrűztek sajnos a negatív elemek, és ez a nagyon sok negatív elem pedig úgymond eltérítette az itteni földi lakók nagy részét, nem mindenkit, de a nagy részét, igen. És hát azt is tudjuk, hogy sajnos mára, egy olyan világba kerültünk, amiben rengeteg a démoni negatív energia, ezek vannak túlsúlyban. Tehát igen, mindenképpen erről kell beszélni, hogy, hogy megjelent a polaritás a Földön, de szerintem nem ez volt az eredeti terv, a mintakép, és nem is ez a mi eredetünk, a mi eredetünk az a szeretet mintaképe, amiben csak pozitív energia van. Tehát biztos, hogy nagyon sokan érkeztek, vagy érkeztünk azért ilyen energiákkal, és valószínű, hogy ezért van az, hogy na most keresztbe tette a lábát az a néni vagy bácsi, még így sem rajzoltam le soha, de nem rossz, lehet, hogy rajzolok neki cipőket is, és akkor így még aranyosabb lesz. Igen, tehát hol tartottam? Igen, ott tartottam, hogy mi valószínű, hogy ilyen magasabb szellemi mintából, mintázatból szálltunk alá, amiben ugye csak pozitív energia fogalmazódott meg, és mi ezt a teret úgymond nem zártuk le. Tehát mi nagyon sok pozitív energiát hozhattunk le, hát azok, azok akik ugye ilyen misszióval, vállalással élnek, mint amivel mondjuk én is, és ezért számunkra nagyon furcsa az, hogy a Földön ennyi negatív energia fogalmazódik meg. Nem is tudunk ezzel mit kezdeni. Na most, hogyha erről beszélünk, akkor szerintem beszélni kell arról is, hogy miért lehet az tényleg, hogy a Földön ennyi negatív energia fogalmazódott meg. És ugye beszéltem arról, hogy vannak olyan rendszerek, amelyeket nyitva hagyunk, vagy nyitva hagynak, és olyanokat is, amelyeket ugye lezárunk, vagy lezárnak. De most, hogyha a Földről beszélünk, mint olyanról, akkor nekem van egy olyan gondolatiságom, hogy a Földön azért lett alakult ki ennyi negatív energia, mert valamiért ez a rendszer úgymond nem lett lezárva. Mármint a Földnek mondjuk azt, hogy az energetikai tere, ez azt jelenti, hogy lehetett a Föld körül egy ilyen nagyon erős védő háló, vagy védő burok, mondjuk így, ami lehet, hogy... hogy elhalványult, vagy felszakadt, mondjuk így, és ezért ez a sok negatív erő be tudott gyűrűzni. Tehát itt, is beszéltünk arról, hogy valamit nem zártak le. Persze jó kérdés, hogy ki nem zárta le. Vagy hogy ez a, ez, a, ez a védő háló, mondjuk így, vagy ez a rendszer, hogy miért nem vált erősebbé, vagy mi az, ami történhetett azzal kapcsolatban, amit mondtam, hogy a Földön ilyen sok negatív erő gyűrűzött be. Hát szerintem igen, lehetett egy ilyen védő burok talán, vagy háló, egy láthatatlan háló így a Föld körül, és ez az, ami úgymond megingott, vagy hát sokkal mondjuk úgy, hogy lágyabbá vált. Most nem találom azt a szót, amit keresek felbomlott ez a, ez a védő háló, mondjuk így, és ez a nagyon sok negatív energia, ugye, be tudott gyűrűzni. Persze nagyon jó kérdés, hogy ez a sok negatív energia honnan származik. Hogy egyáltalán mondjuk azt, hogy az univerzumban ez a nagyon sok negatív erő miért fogalmazódik meg? Persze lehet, és ö, beszéltünk arról is, hogy nem biztos, hogy ezek kívülről jöttek. Tehát nagyon sokan azt tudják elképzelni, hogy ezek a negatív energiák kívülről gyűrűzöttek be ide. De az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy ezek a Földön belül úgymond termelődtek. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, ahogyan mondtam, szerintem az itteni létezés alapja az mindenképpen úgy épült föl, hogy csak pozitív energiák működtek. Magyarán szerintem a, a, a Földön is eredetileg még csak egy pólus volt. De valamiért megjelent ugye a polaritás, ami azt jelentette és jelenti, hogy a pozitív energiák mellett megjelentek a negatívak. De az is lehet, hogy úgy, hogy ezek valamiért elkezdtek itt termelődni. Lehet, hogy azért, mert nagyon alacsony rezgés szint fogalmazódott meg a Földön, és lehet, hogy maga ez a tény vagy állapot generálta ezt a sok negatív erőt. Nem tudom, nem tudom. Nem tudom igazából, hogy ez a sok ö, negatív. Ö, erő, energia honnan származik. Mert elvileg nem így kellett volna működni, nem így kellett volna élni a Földön sem, meg hát igazából sehol sem. Én azt mondom, hogy ha arról beszünk, hogy mi az élet, vagy mi a létezés, az ugye egyenlő a szeretettel, az egyenlő a pozitív mintaképpel, és ebben a fajta rendszerben nem fogalmazódhat meg negatív energiát. Tehát itt valami hiba csúszott a gépezetbe, de igazából még mindig nem jöttem rá százszerzelékosan, hogy mi. Hogy miért került ide ilyen sok negatív erő, és hát azt is tudjuk, hogy sajnos ezek úgymond elburjánoztak, és rengeteg negatív erő szabadult föl, és folyamatosan termelődtek. Hát mondhatjuk azt, hogy sajnos már a 2022-re eljutottunk oda, hogy tényleg rengeteg negatív energia volt és van. És ugye megjelent a Kaliúga, ez a démoni korszak és hát még mindig nem tudtunk eljutni odáig, hogy sok pozitív energia legyen, vagy sokkal több, mint negatív. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt is az egyik fajta tér vagy rendszer nem lett lezárva. Mert mondjuk, hogyha ez a pólus le lett volna zárva, akkor nem gyűrűztek volna be a negatív erők, de nem lett lezárva. Miért nem lett lezárva? És akinek mondjuk ezt le kellett volna zárnia, miért nem zárta le? Most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ezt mondjuk Istennek kellett volna lezárnia, ezt az egész rendszert, és annyira megerősíteni az itteni és a föld körüli, mondjuk ezt, hogy ezt a védő hálót vagy burkót, hogy ezek a negatív energiák ne, ne, tudjanak begyűrűzni. Egyébként az is nagyon jó kérdés, hogy a teremtés kapcsán, hogy miért nem beszélnek, vagy beszélünk -e erről. Tehát lehet, hogy arról is kellene beszélni, hogy amikor az Isten megteremtette a Földet, hát ha ő teremtette, de mondjuk azt, hogy oké, okay, most mondjuk azt, hogy igen ő. Tehát, hogyha megteremtette ő ezt a, az itteni létezést, és ő eredetileg egy édeni állapotot hozott itt létre, akkor mondjuk miért nem említik meg azt sehol, hogy, hogy akkor e köré, a rendszer köré, maga az Isten épített, vagy hát nem épített, hanem létrehozott akár egy ilyen védő hálót például, ami láthatatlan, de hát most mondjuk azt, hogy ezt ő simán meg tudta volna csinálni, hiszen aki tud bolygókat teremteni, univerzumot, vanságot, létezést, az létre tudott volna hozni egy védőhálót is. Na, lehet, hogy ez nem történt meg. Jó kérdés, hogy miért nem történt meg. Jó kérdés az, hogy ez az egész itteni rendszer miért nem lett lezárva. Most mondok valamit, egy tök egyszerű dolgot. Hogyha mondjuk van egy ember, vagy több ember, aki épít egy házat, ugye, van egy emberke, és akkor ő épít magának egy házikót, akkor... Tuti, hogy ez az ember, illetve mindenki fog építeni a házak köré, úgymond, kerítést. Tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen védő, védő nem hálót, hanem egy védő rendszert, ami maga a kerítés lesz. Hát sajnos... Kerítések nélkül nagyon nem tudunk élni a Földön, azért, amit mondtam, mert sok negatív energia van. Hogyha az emberek szeretnék egymást, és ha nem rabolnák ki a másikat, és mindenki békén hagyná a többieket, akkor nem kellene kerítést építeni. Sőt, akkor zárszerkezetek sem lennének, nem lenne, nem lenne lakat például. Nem lennének ilyen biztonsági intézkedések, mert nem lenne szükség ezekre. De mivel polaritás van a Földön, és mivel megjelent a negatív erő, és az emberek jó része ilyen negatív erőkkel él, ezért kell kerítés, kell lakat, kell riasztó, mindenféle dolog, hogy megvédjük saját magunkat, a házunkat, az értékeinket, mindent. Na hát ez az, amit kérdezek, hogy vajon egy ilyen aspektus, vagy mondjuk azt, hogy objektum létrehozásánál, mint a Föld, hogy nem volt esetleg körülötte egy ilyen védőrendszer, vagy védőháló? Vagy kérdezzük már meg azt is, hogy ha az Isten megteremtette úgymond az éden kertet, akkor ott, és ha csak ott pozitív energiák szabadultak föl, és azok működtek, akkor oda hogyan került a negatív erő? <laughs> hát ha eleve nem volt negatív erő a Földön, most mondhatjuk azt, és nagyon, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor hogy került oda a kígyó? Hát, ha Isten nem teremt negatív elemet, akkor, akkor ez a kígyó, mint olyan, hogy ez a negatív erő nem is jöhetett volna létre, vagy ha igen, akkor azt nem az Isten teremtette, akkor jó kérdés, hogy ki. Na ez az, amit kérdezek, hogy lehet, amit mondtam, igen, hogy nem csak Isten működött, és nem csak ő teremtett bizonyos dolgokat, hanem lehet, hogy a másik pólus is, tehát lehet, hogy már eleve beszéltünk arról, hogy lehet, hogy már az eredetben is valahol valamikor megfogalmazódott a negatív pólus, lehet, hogy nem a Földön, de ahogy megjelent a Föld, és létrejött rajta az élet, a negatív erők úgymond szemet vedettek erre a helyre, és egyből meg is kísértették, mert lehet, hogy el akarták úgymond rabolni ezt a Föld bolygót az Istentől, meg rajta benne mindent, meg mindenkit, és hát ez sikerült is. De ez azért van, mert nem volt körülött egy védő burok, háló. Mert lehet, hogy most lehet, hogy nagyon hülyeséget fogok mondani, de lehet, hogy az Isten elfelejtette ezt uh, köré vonni, nem tudom, gondolkodom, hogy miért. Hogy maga ez a rendszer automatikusan nem rakott köré egy ilyen védő háló. De most mondok valamit, tehát nem elég ezt ugye egyszer létrehozni, ezt folyamatosan mindig meg kell erősíteni. Hát én is élek ilyen különböző védelmi technikákkal, és azokat is tudom, hogy mindig meg kell erősíteni, mert sajnos, amit mondtam, nagyon sok negatív erő van. De ha nem lenne negatív erő a Földön, akkor mindezekre nem lenne szükség. És akkor a hanyatlás sem indult volna a Földön. És soha nem fogalmazódott volna meg a negatív erő, nem lett volna polaritás. De az van, az van nagyon erősen, és mondhatnám azt is, hogy sokkal több negatív energia fogalmazódik meg. Tehát totálisan felborult az itteni rend. Mert valamit nem zártak le, valamit nem védtek meg, és lehet, hogy azóta sem, mert hát tudjuk nagyon jól, hogy a Földön. Sajnos mindig is káosz volt, és mindig a negatív energiák voltak túlsúlyban. Tehát itt valami nem stimmel. Ezzel a bolygóval. Hát nem tudom, hogy a többi bolygó mi a helyzet. <laughs> hát beszéljünk most a földről, de itt a földön valami nem stimmel. Mert, mert ez a védelmi rendszer vagy nem lett megerősítve, vagy nem is lett kiépítve, igen, hát mondhatjuk azt is, hogy oké, okay, hogyha most itt van az emberként és felépíti ezt a házat, de mondjuk elfelejt kerítést építeni, vagy már nincs rá pénze, vagy nem tudja ezt a kerítést megépíteni, akkor valószínű, hogy hozzá sokkal hamarabb be fognak törni, mint egy olyan házba, ami ugye totálisan le van védve, és még riasztók is vannak, meg van hat kutya a kertben, meg be van kamerázva az egész ház, meg minden le van ötször lakatolva, stb. stb. Nyilván, hogy ezt a házat olyan szinten nem fogják megkísérteni. Meg lehet, hogy nem is fognak közel menni, mert látják azt, hogy hát ez itt valami, tehát hogy ide nagyon nehéz lenne ugye betörni, de ha mondjuk találnak egy olyan házat, ami, ami előtt mondjuk nincs kerítés, és még esetleg az ajtó is nyitva van, meg az ablakok is, akkor nyilván, hogy ide előbb be fognak menni, és előbb ö, ráteszik a kezüket erre az egészre, sajnos. Tehát igen, lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy a Földre is ugyanez történt. De ezt még soha nem mondtam ki, és az is lett, hogy, hogy más sem. Nem tudom, hogy erről valaki beszélte már. Hogy számomra az a nagyon jó kérdés, hogy amikor a teremtésről beszélünk, és azt fölvázolják, amiben igazából én nem hiszek, szerintem logikátlan, de ha már erről a történetről beszélünk, vagy ezt veszük alapul, akkor, akkor, miért nem fogalmazták meg azt, miért nincs az benne, hogy és mondjuk az jó Isten, miután mindent megteremtett a hatodik napon, még egy ilyen védő burkot, vagy hálót is vont mondjuk a föld köré, vagy olyan energiák mm, energiákat ültetett el, mondjuk a Föld nevű bolygóra, hogy itt soha ne tudjanak a negatív erők megfogalmazódni, és ne is tudjanak begyűrűzni. Ez nem történt meg, de ezt nem is említik meg sehol. Ergó lehet, hogy ez az egész hiányzik, és ezért van az, hogy ennyi negatív erő tudott begyűrűzni, mert nem volt védelem, vagy védelmi rendszer a Föld körül. És ezt lehet, hogy ezek a negatív erők vagy maga ez a pólus tudta, vagy megérezte, most megint furcsán fogalmazok, meglátta, és ezért vetettek szemet úgymond a földre. És azt is tudjuk, hogy ezek a, az erők nagyon erősen manipulálják az embereket, megvezetik őket, főleg napjainkban, mert ugye ma nagyon erős a manipuláció, és igazából mondhatnám azt is, hogy a, az emberiség nagy részét el is térítették totálisan. Magyarán mondhatjuk azt, hogy a tervük, az ő tervük sikerült. Isten terve nem sikerült. Mert a Földön nincs béke, és lehet, hogy soha nem is volt igazán, vagy csak rövid ideig. És nem úgy alakult az élet a Földi bolygón, mint ahogyan mondjuk az Isten ezt elképzelte, vagy hát az, aki megteremtette az itteni rendszert, mert egyáltalán nem biztos, hogy Isten teremtette a Földet. Tehát azért ezt is kérdőjelezzük már meg. Másrészt beszéljünk arról, hogy nem biztos, hogy egyedül. Tehát az is lehet, hogy voltak segítői, igen, például szerintem. Tehát lehet, hogy sokkal több energiára volt szüksége ahhoz, hogy ezt az itteni rendszert létre lehessen hozni. Nem tudom, kérdéseket teszek föl amelyeken szerintem érdemes elgondolkodni, és nem kell mindent alapul venni, meg százszerzelékosan mindenben hinni, amit ugye leírnak itt-ottam ott, ott. Mindent körül kell vizsgálni, ezer oldalról. Tehát valószínű, hogy nem lett levédve ez az itteni hely, és gondolom, hogy még a mai napig sem, Teljesen százszerzelékosan, mert amit mondtam, még mindig nagyon sok negatív energia fogalmazódik meg a Földön. Ergo szerintem lehet, hogy az lenne a feladat, hogy valahogyan ezt a védelmi rendszert visszaépítsük. Hát ezt nem fizikálisan kell érteni nyilván, hanem energetikailag, hogy ki az, aki energetikailag ezt a védelmi rendszert mondjuk a Föld köré tudja húzni. Ezt a hálót. Mert a Földet nagyon sokféle energetikai sáv hm, hálózza be. És igen, és ennek kapcsán is beszélni kell arról, hogy vannak a negatív energiák a Földön belül, meg a pozitív energiák. Ezeket a sávokat hívják például Szent György vonalaknak, és ezek nagyon jótékony hatással vannak az emberiségre, az élő környezetre. De milyen érdekes az, ugye, hogy az állatok például nem váltak ellenségesebbeké, tehát ez az, amit mondtam, hogy a természetben, mint olyanban még meg lehet találni a pozitív erőket, tehát az állatoknál úgymond ez a fajta hanyatlás nem indult el, és nincs az, hogy a mai állatok mondjuk sokkal kártékonyabbak, meg veszedelmesebbek. Hát az embereknél, hogyha az embereket vizsgáljuk, akkor viszont náluk ezt viszont el kell mondani. Tehát az embereknek a jelleme, a viselkedése totál leromlott. Ugye tudjuk azt, hogy ilyen nagyon erős erkölcsi hanyatlás van, és rájuk nagyon erősen hatottak ezek a negatív erők, de mondjuk az állatokra például nem. Ugye milyen érdekes, hogy, hogy ők valamilyen szempontból szerintem úgymond kilógnak ebből a történetből, mert őket ezek a démoni energiák, erők nem tudták befolyásolni mondok valamit, hogy szerintem miért nem. Fú, és akkor ez megint, hát ez egy külön téma lenne, de most ide fogjuk venni. Tehát akkor igen, beszünk arról, hogy ugye vannak az állatok, hát ezt mindenki tudja, meg vannak az emberek, bár vannak olyan emberek, akik olyanok, mint az állatok, és olyan állatok is vannak, akik emberik, emberiek, sokkal emberibbek, mint az emberek. Na mindegy, most beszélünk a formákról, hogy vannak az állatok, vannak az emberek, vagy az emberi formák. Na most ugye begyűrűzött, vagy kialakult ugye sajnos a Kali Yuga, ami egy démoni korszak, és ami azt jelenti, hogy ebben a korszakban rengeteg negatív energia él. Na, ezek a negatív energiák nagyon erősen hatottak az emberekre. Lehet, hogy azért, mert az ő területük mondjuk így nem lett lezárva, vagy mondjuk azt, hogy ők beengedték ezt a sok negatív energiát. Hát látom. Vannak olyanok, akik szándékosan működtetik ezeket a negatív erőket, és szándékosan engedik be, az életükbe, mert ők ebből táplálkoznak, és azt gondolják, hogy hát így kell lenni, meg az a menő, ha te minél negatívabb, ellenségesebb vagy. Na most beszéljünk az állatokról, hogy az állatokra ez nem igaz. Tehát az állatokra, mint olyan ez a kaliuga, démoni korszak nem hatott, hiszen, nagyon mondtam, nem beszéltünk arról, hogy mondjuk a kutyák, a cicák, a nyuszik, meg a, nagyon sok állatot ide lehetne sorolni, hogy mondjuk ők sokkal ellenségesebbek, és mondjuk úton útfélen összeharabdálják az embereket, tehát az állatok megmaradtak ugyanolyan tisztának, ugyanolyan szeretetteljeseknek, mint amilyenek voltak. Tehát rájuk ezek a negatív erők nem hatottak, és ők nem is mozgatják meg ezeket a negatív erőket, ahogyan mondtam. Tehát náluk ez a, az úgymond erkölcsi hanyatlás nem indult el. Tök jó kérdés, hogy miért. Persze beszéltünk arról, hogy ez a ne nagyon negatív démoni rendszer akár őket is megkísérrelhette volna, vagy hogy kell mondani? Megkísértette volna akár például. Tehát igen, őket is úgymond... Valamilyen szempontból lehetett volna manipulálni, vagy erre a másik negatív útra téríteni például. Most mondok, még valami, vagy mondok valamit, hogy szerintem miért nem történt ez meg, és hogy az állatokhoz miért nem nyúltak. Azért nem nyúltak az állatokhoz, hála a jó égnek, meg hát sajnos a természethez igen, mert tudjuk azt, hogy a természetet nagyon erősen pusztítják Hát az emberek, a negatív emberek, meg mindent beépítenek, meg mindent kiirtanak. Azért sajnos, mert úgymond a természet, vagy a természeti közeg is védtelen. Persze az állatok is védtelenek, de szerintem az állatokat maga ez a negatív mintakép vagy pórus azért nem kísértette meg, és azért nem kezdték el úgymond őket is a hatalmuk alá vonni, mert most lehet, hogy furcsát fogok mondani, azért, mert az állatoknak nincs pénzük az embereknek van. Tehát lehetett azt tudni, hogy már a nagyon erősé válik az anyagi világ, az anyagi behatás, ergo, az embereket kezdték el ö, molesztálni, manipulálni, megkísérteni, mert tudták azt, hogy belőlük nagyon sok hasznot lehet húzni, magyarán pénzt. És ez a fajta pszichológiai hadviselés a mai napig tart. Sőt, hát Tavaly volt az, a, a, az egyik legerősebb év. A 2021-es év szerintem olyan durván démoni volt, és annyi negatív erő szabadult föl, hogy én azt hittem, hogy nem élem túl. Tehát én úgy voltam vele, hogy én azt a tavaly évet túlélem, nagyon kemény volt, nagyon sok negatív energia szabadult föl, nagyon durván lehetett érezni, akkor <laughs> talán tovább tudunk menni, haladni. Én nagyon vártam már azt, hogy 2022 legyen, főleg május mert tudtam azt, hogy talán addigra már azért ez a úgymond hagyjárat, pszichológiai manipuláció valamennyire le fog csökkenni, de a tavalyi év az nagyon erős volt. A tavalyi évben tényleg annyi negatív démoni erő szabadult föl, mint az őrület. És sajnos igen, az embereket direkt szándékosan akarták el lehetetleníteni. Tehát nagy azt gondolja valaki, hogy ezek ilyen úgymond véletlen történések voltak. Nem, ezeket szándékosan csinálták. Miért? Azért, amit mondtam. Mert az embereknél ott a pénz. És tudjuk azt, hogy a mai világban főként a pénz jelenti a hatalmat. Ha nincs pénzed, senki vagy, ha van pénzed, mint bármit csinálhatsz. Az állatoknak viszont, viszont nincs pénzük. Mondok valamit, hogy az állatok is így működnének, és mondjuk az állatok is úgy tudnának csak enni, inni, lakni, hogy pénzük van, és pénzzel tudnának ők is mindent megvásárolni, akkor az állatokat is megkísértették volna, és az állatokra is rátették volna a kezüket. És akkor az állatok között is kialakult volna egy nagyon erős ellenségeskedés, úgyhogy az emberek között pont emiatt, amit mondok. Mert mindenki valahogyan túl akar élni. És hogyha te valamit túl akarsz élni, vagy túl akarod élni ezeket a helyzeteket, akkor nagyon erősen kell küzdened. Viszont hogyha nagyon erősen kell küzdened, akkor mondhatnám azt is, hogy mindent megteszel ezért, akár, hát vannak olyanok, akik másokon ugye keresztül gázolnak, nagyon sok érdek ember lett mára, pontosan azért, mert túl akarnak élni. Mert mindenki a túlélésért küzd, hogy egyik napról a másikra át tudjuk magunkat örökíteni, mert ennyire erős démoni korszakban élünk. És ezt szó szerint kell érteni. Szó szerint kell érteni azt, hogy én, hogy én túlélek, és hogy én egyik napról a másikra valahogyan átörökítem magam, mert, mert én tavaly úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy át tudom magam örökíteni 2022-re. Hát azt mondtam, hogy én vagy itt elveszek, és pont kész végeit, befejeztem a földi pályafutásomat, ennyi, vagy nagyon nehezen átevickélek, és át, valahogyan átrángatom magam idáig, Épp hogy. Tehát én épp hogy átcsúsztam. De szerintem nagyon sokan épp hogy átcsúsztak a tavalyi évből és persze jó kérdés, hogy még ezek után mi lesz. Tehát ez az, amit mondtam, hogy igazából az állatok, mint olyanok, nem voltak potenciális lények, vagy nem, nem jelentenek potenciális lényeket ezen ene negatív energetikai rendszerek, vagy, vagy emberek vagy lények számára azért, amit mondtam, mert nincs pénzük, és őket nem lehet sem kihasználni, sem kizsigerelni, sem megfosztani, kirabolni, el lehetetleníteni, mondjuk azt, hogy ez a szerencse. Bár persze tudom azt, hogy sajnos nagyon sok állatot bántalmaznak, és őket is úgymond próbálják kihasználni, vagy a mondjuk a, a, a bundájuk miatt, vagy, vagy, hát nagyon sokféle dologról kell beszélni, de itt mégis az a nagyon érdekes, hogy, hogy náluk ez a fajta erkölcsi hanyatlás, romlás nem indult el. Tehát arról nem beszéltünk, hogy az állatok már megromlottak, de arról beszéltünk, hogy az emberek nagy része megromlott. És éppen ezért a világ is megromlott, mert hát az emberek alkotják, az itteni mai világot. Ugye milyen érdekes, hogy az állatokra nem hatottak ezek a negatív erők. Ez a szerencse, ez a jó. Bár mondjuk uh, arról beszélhetnénk, hogy az emberekre sem hatottak, de ez mindig egyéni döntés kérdése, hogy én megengedem-e azt, hogy a negatív erők hassanak rám, vagy nem. És hogy én kizárom-e ezt, vagy nem. Hogy én építek-e magam köré egy ilyen védő burkot, vagy sem. Persze nem fizikálisan, bár lassan szerintem már azt is létre lehetne hozni. Mindenkinek páncélban kellene szerintem egyébként járnia. Szerintem már lassan az utcára is csak így lehetne kimenni, hogy az ember fölvesz egy nagy páncélt, mert sajnos ilyen viszonyok vannak. De igazából, hogy tarok kell beszélni, hogy én pszichológiailag, lelkileg, tudatilag hogyan védem meg magam, vagy hogyan zárom le ezt a teret, hogy ez a sok negatív energia ne tudjon ugye begyűrűzni? Hát úgy, ahogyan a földi bolygóra begyűrűzött, jó kérdés, hogy miért? Szerintem azért, mert ez az egész rendszer nem lehet levédve. Ez nem volt benne valamiért a tervben. Lehet, hogy azért, mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy azért, mert lehet, hogy a jó Isten nem gondolta arra, hogy, hogy meg fog a negatív oldal. Lehet, hogy, ő egy kicsit úgymond naív volt, és nem készült fel arra, hogy, hogy ennyi negatív erőbe fog gyűrűzni. Nem tudom, kérdezem. Nem tudom, hogy miért nem lett levédve az itteni létezés, és hogy azóta miért nem védte le ezt senki. Ahogyan mondtam, szerintem vannak olyan nagyon magas tudatszintű lények, akik az energetikájukkal ezt a fajta védőrendszert ki tudnák építeni, akár gondolatilag is, nem fizikálisan. Hát lehet, hogy ezek után ez lesz a feladat. Tehát, hogy aki most rezonál ezekkel a gondolatokkal, az kezdje el, mondjuk vizualizálni azt, hogy hogyan lehetne a föld köré ezt a védőhálót felépíteni, vagy létrehozni. Mert ezt gondolatisággal lehet megcsinálni. Meg különböző parapszichológiai módszerekkel, technikákkal, de meg lehet csinálni. De ahogy mondtam, tök jó kérdés, hogy ezt eddig miért nem tette meg senki. Vagy ha igen, mert lehet, hogy volt, lehet, hogy megvolt ez a védőháló védőburok, akkor nem lett megerősítve, vagy nem volt annyira erős, vagy felszakadt ez az egész, és ez a sok negatív energia be tudott dőlni, be tudott áramolni, mert szerintem itt szó szerint arról kell beszélni, hogy ezek a negatív erők így be, beáramoltak. Az eredeti terv nem ez volt. Ez tuti biztos. Egyébként nagyon fontos az, hogy az ember, mint olyan, levédje a saját energetikai terét, mert tudjuk azt, hogy nekünk nem csak testünk van, hanem körülvesz bennünket egy ilyen nagyon erős energetikai rendszer, ami lehet, hogy láthatatlan, de van, és nagyon sok mindent tartalmaz. Tehát ugye nem csak az a fontos, vagy lényeg, vagy kérdés, hogy én mit engedek be úgymond a testembe, vagy a szervezetembe, hanem az is, hogy ebbe az energetikai térbe nevezzük aurának, hogy az aurámba én mit engedek be. Na most ezt a rendszert, vagy mondjuk, hogy az auránkat is le lehet védeni különböző technikákkal, amelyeket én a konzultáció során felszoktam vázolni, leszoktam írni, és elküldeni azoknak, akikkel konzultálok. Tehát igen, tehát az a lényeg, hogy ezt is mindig meg kell erősíteni, a körülöttünk lévő úgymond védő hálót, burkot sajnos, hogy a negatív elemek azok ne tudjanak itt ezen át törni, és csak pozitív erők fogalmazódjanak meg az energetikai rendszerünkben. De arról is kell beszélni, hogy az sem mindegy, hogy én a szervezetembe mit engedek be, ugye? Hogy mivel táplálom magam, hogy mit iszom, hogy milyen anyagokkal élek vagy sem, de ugye itt nem csak az úgymond elemekről vagy szilárd táplálékokról kell beszélni, hanem arról is, hogy én milyen energiákat engedek be, hogy mondjuk én a kívülről jövő negatív energiákat hogy tudom megszűrni, kiszűrni. Mondok valamit, hogy hogyan lehet kiszűrni a mai világban, sajnos 2022-ben úgy, hogy az ember elvonul totálisan. Különben már ahogyan kiteszed a lábad az utcára, és már különböző interakciókban veszel részt, már dőlni fog hozzád feléd a negatív erő, főleg akkor, ha nem vagy lezárva. És olyan durva ö, ilyen ö, pszichés ö, terrorokat fognak alkalmazni, vagy alkalmaznak nagyon sokan, úgyhogy észre sem veszed, hogy nem fogod tudni azt, hogy miért történnek veled Rossz kellemetlen ügyek, vagy miért nem sikerül bizonyos dolgot létrehozni, azért, mert előtte már ki tudja, hogy ki az, aki ezeket a negatív energiákat rád mérte, akkor, hogyha nem zárod le az, a, a, ezt a teret. Hát nekem úgy mond, mondhatnám azt, hogy nem mondom azt, hogy olyan nagyon sok időbe telt, mire erre rájöttem, de én például sajnos anon nagyon sok emberben megbíztam, akikben nem kellett volna és ők nem jót akartak, sőt, és van olyan, amire most jöttem rá, hogy mennyi negatív energiát küldtek emetérbe, vagy mennyi energiát szedtek el tőlem, és ezért ez a szint nálam lecsökkent, és lehet, hogy ezért nem sikerült nagyon sok mindent létrehoznom, vagy ezért kellett ö, ö, olyan ügyekben részt venni, nehezebb ügyekben, amelyekben esetleg az ember mondjuk nem akart. Tehát nagyon kell erre figyelni, vigyázni, mert, mert észre sem veszed. És lehet, hogy valaki nagyon nyájas lesz, meg úgy csinál, mint hogy, hogy neked segíteni akarna, meg úúú, hogy ő aztán az, aki marhára szeret, közben olyan energiákat küld ki, meg olyan, meg olyan szinten lecsapol, vagy lecsapolhatnak energetikailag, hogyha belenyúlnak ebbe a térbe, hogy nem győzöl felállni utána, és az is lehet, hogy húsz év lesz, mire az ember nagyjából helyre rakja saját magát, mert annyira durván leszednek. Annyira durván leszednek. Mert ezt a teret nem zárjuk le, vagy nem zártuk le. Én annó nem zártam le, mert nem is tudtam azt, hogy van ilyen. Én nem is gondoltam azt, nem feltételeztem azt, hogy ennyi sok negatív ember van a Földön. Én nagyon sok emberben megbíztam. Hát azt is mondhatnám, hogy szinte mindenkiben pont ezt használták ki. Ezt használták ki. Tudták azt, hogy mondjuk még 18-20 évvel ezelőtt nem voltam ennyire felkészült, ezt tökéletesen tudták. Tehát ők ráéreznek arra, hogy kik azok, akik nem felkészültek, és akiknek ez a tere nincs lezárva, és naívak, és csak úgy odadobják magukat mindenhova, és ezt kihasználják, és olyan szinten leszednek energetikailag, meg olyan dolgokat mérnek az emberre, hogy ihaj, csuhaj, hogy ebből lehet, hogy az ember alig tud fölállni, vagy amit mondtam, lehet, hogy húsz év, mire rendbe rakod magadat. Bizony, és sajnos azt kell mondanom, hogy ma a mai világban, pff, hát annyi ilyen ember van itt, és annyi ilyen lélek, bár nem tudom, hogy őket lelkeknek lehet -e nevezni, annyi negatív erő, hogy pff, nem győzöm fölsorolni, vagy nem győzném fölsorolni. Úgyhogy ők nagyon sunyik. Tehát igen, találkoztam nagyon sok ilyen sunyi emberrel, de akkor még nem tudtam azt, hogy ők sunyik. És kihasználják az emberek védtelenségét, szó szerint. Hát lehet, hogy valamilyen szempontból a Földnek is úgymond a védtelenségét használta ki ez a negatív erő, vagy maga ez a negatív pólus, mert sajnos ez is megfogalmazódott, de lehet, hogy úgy, hogy ezek a negatív erők a Földön kezdtek el termelődni, és lehet, hogy nem kívülről származnak, mert akkor mondjuk azt, hogy az univerzumban kellett, hogy megfogalmazódjon ez a sok negatív erő, lehet, hogy a Földön valamiért ez, ez így elburjánzott, nem tudom. Jó kérdés? Vagy is-is? Hát igen... És mivel ugye ebből lehet hasznot húzni, ezért nyilván, hogy ezeket az erőket fogják működtetni. Ugye? Hát ezt tudjuk. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy tényleg nagyon sok ember csak hatalmat akar, és ezért élvezi azt, hogy ő a Földön lehet, hogy, hogy, hogy hatalmi pozíciókba kerüljenek. Hát azt nem mondom, hogy mindenki, de szerintem az emberek jó része, vagy nagyon sokan, igen, hatalmi rendszerben akar lenni. Ez azt jelenti, hogy ők akarnak szinte mindent birtokolni, a többi embereket elnyomják, kisemmizik, elhetetlenítik, és ezen még élvezkednek is, tehát erről kell beszélni, hogy mi egy ilyen korszakban élünk, hogy ezen még élvezkednek is, cinikusak és bántók, és nagyon nem érdekli őket az, hogy mi van a többiekkel. Sajnos, majd ilyen korszakban élünk. Ezt tudni kell. És ha ez így van, akkor folyamatosan és állandóan le kell védeni magunkat, meg kell védeni sajátunkat. ezektől a negatív energiáktól, mert nagyon erősen működnek, nagyon erősen dominálnak. Sajnos, bár ne így lenne. Na most akkor beszéljünk arról, amiről igazából beszélni akartam, de jól elkanyarodtam, hogy... Mi van akkor, hogyha például én a korábbi testtöltéseimben is, hát nyilván éltem különböző energetikai rendszerekkel, mintákkal, de mondjuk én ö, ezeket a rendszereket nem zárom le, vagy nem zártam le. És igazából mi azt hiszem, hogy erről beszélgettünk, mondjuk így, hogy igen, hogy előfordulhat az is, hogy nyilván tudjuk azt, hogy ugye nagyon sokféle testetöltésünk volt már. Több másik alakban is megfogalmazottunk, most nem fogom minden testetöltést ide berajzolni. Ez a mostani állapotunk, amiben most vagyunk, de sok más alakban is léteztünk. És nyilván, hogy akkor is nagyon sokféle interakcióban vettünk részt, és akkor is nagyon sok energiát mozgattunk meg és nagyon sokféle energiával is éltünk. Na most ugye tudjuk azt, hogy mindenki leszületik vagy egy női testbe, vagy egy férfi testbe, de ez hét életenként változik, mert hét életenként nemiséget váltunk. Ez azt jelenti, hogy mindenki volt már nő meg férfi, ugye? És arról is beszéltem már a korábbi adások kapcsán, hogy lehet, hogy nagyon sokféle energiát hozhatunk az előző testetöltéseinkből. Ha én most női testben foglalok helyet, akkor ez azt jelenti, hogy én voltam már férfi testben is, és nyilván, hogyha én most például az előző életemben férfi voltam, akkor sokkal több valószínűleg, sokkal több férfias energiát mozgattam meg. Mivel férfiként kellett élnem és működni? Ha én ezt a teret nem zártam le, ezeket az energiákat, akkor átörökítettem. Ugye az én energetikai teremben, mert nem a testünkben örökítjük át ezeket az energiákat, mert a test az elmúlik, elpusztul. Viszont az aurám, az energetikai terem, az megmarad, és ebben fog az újabb testetöltés létrejönni. Na most, hogyha ez az aura tele van mondjuk férfias energiával, és én ebben az aurában foglalok helyet, és ez a női test, a mostani női testem ebben vált valóra és született meg, akkor arról kell beszélni, hogy nagyon sok férfias energiát mozgathatok meg, például nőként, de beszéltünk arról is, hogy ez lehet fordítva, hogyha mondjuk itt egy férfi, aki most férfi testben van, és az ő aurájában Sokkal több női energia fogalmazódik meg, mert az előző életében mondjuk nő volt, és ezt a teret vagy rendszert nem zárta le, vagy maga ez a minta nem zárta le, akkor ő most férfiként élhet nagyon sok női energiával. Tehát ez az, amit mondtam, hogy ezért nem mindegy az, hogy az ember mi az, amit lezár, mi az, amit nem zár le. Egyébként ez nagyon érdekes, de mondjuk én erről már beszéltem. Csak most nagyon megütötte az a fülemát, amit mondott ez a nő, vagy amit leírt, hogy, hogy lehetnek olyan rendszerek, amiket nem zárunk le, és hogyha ezeket nem zárjuk le, akkor ezek az energiák most is nagyon erősen fognak hatni. De az is lehet, hogyha mondjuk éltünk az ókorban, vagy mondjuk én éltem, mondjuk az ókorban, és mondjuk ott sem zártam le különböző energetikai tereket, akkor most 2022-ben lazán élhetek azokból az energiákból, amelyek ből mondjuk az ókorban. De mondok még valamit: az energia az igazából információ. De most, hogyha arról beszélünk, hogy én nagyon sok ilyen energiával működöm, és nagyon sok energiát örökítettem át, az azt jelenti, hogy nagyon sok információt is hozok. Tehát az is lehet, hogy, hogy most azok a tételek, amelyeket felvázolok, ez le, ezek lehet, hogy az ókorból származnak, azért, mert akkor ezt a teret nem zártam le, lehet, hogy szándékosan, szerintem direkt. Tehát direkt nem zártuk le ezeket a tereket. És most ezekből az energiákból táplálkozunk, és ezekből az energiákból hozunk létre mindent. Persze, ahogy mondtam, sok-sok más töltésünk is volt azóta, és ott is foglalkozhatunk ilyen tételekkel, és azok is nagyon erősen fognak hatni, dominálni, és ebben a térben megfogalmazódni, és akkor mi úgy fogunk cselekedni. Szerintem ez valamilyen szempontból egy tudatos döntés kérdése volt. Tehát lehetnek olyan energiák, vagy energetikai rendszerek, amelyeket szándékosan, tudatosan nem zártunk le, pontosan azért, mert tudtuk azt, Tudtuk azt, hogy mi most ezeket az energiákat újra fel akarjuk használni. Ki tudja, hogy már hányadik alkalommal. És ugyan mondtam, mivel ezek információként jelennek meg, ezért most mindent ezekből a terekből hozunk létre. Akár az alkotásokat is. Agyan mondtam, lehet, hogy ez a 811 felvétel, és annak minden egyes témája és információja a korábbi életeimből származik, mert nem zártam le ezt az energetikai teret. Sőt, biztos, hogy nem zártam le. És valószínű, hogy ezek után sem fogom lezárni. És ezért van az, hogy így tudok beszélni, hogy ezek az energiák tulajdonképpen így áramolnak rajtam keresztül, hát szavak, hangok, mondatok formájában. Mert az energia ugye, mint olyan, az képes átalakulni, de megszűnni nem tud. Megszűnni nem tud, csak átalakulni tud. Tehát az energia, mint olyan, az nagyon sokféleképpen lejöhet, meg megnyilvánulhat, nagyon sokféle formát, alakot ölthet. És akár nagyon sokféle alkotás is származhat ezekből az energiákból. De valószínű, hogy ezeket az erőket régről is hozzuk, meg magasabb szintekről. Tehát mondhatjuk azt, hogy az isteni minta és ugye hát él, működik. Na most valószínű, hogy ebből is nagyon sokféle energia származik. Mert amit mondtam, hogy ez a, ez a rendszer sincs teljesen lezárva, illetve azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akik előtt ez le van zárva, vagy valamilyen szempontból is vannak olyanok is, akik előtt nincsen. Ez mindig attól függ, hogy ki mit tesz meg, vagy ki mit tett. Azért, hogy ő közelebb kerüljön ezekhez az infokhoz, energiákhoz. Hú, szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Persze, szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy miért van az, hogyha mondjuk most valaki például férfi testbe született, de női energiákkal él, mert az előző életében mondjuk nőként működött, hogy akkor azt a terető miért nem zárta le? Hát lehet, hogy véletlenül, vagy lehet, hogy ez az illető ezt elfelejtette lezárni. Mert nem gondolom azt, hogy mondjuk ha most valaki leszületett férfi testbe, hogy akkor ő főként női energiákkal akar élni, mert ugye annak vannak következményei. Ha valaki most férfi testben él, de női energiákat mozgat meg, hát akkor ott igen, ott ilyen nemi, nemi úgymond kibillenések lesznek mindenféle szempontból. Tehát igen, jó kérdés, hogy ezt a teret mondjuk hogy ez a tér miért nem lett lezárva, vagy mondjuk azt, hogy ez a rendszer miért nem lett lezárva. És persze beszéltünk erről a dologról fordítva is. És arról is beszélni kell nyilván, hogy, hogy nem csak ugye mondjuk azt, hogy a férfi meg a női energia működik, és az az, ami hat ránk, meg mondjuk azt, hogy valamilyen szempontból váltakozik, hanem arról is beszélni kell, hogy a pozitív, a po Na, a pozitív, meg a negatív energiák is, ugye, folyamatosan váltakoznak, ingadoznak, ez az, amit mondtam, azért, mert polaritás van. És az sem mindegy, hogy én, ugye, milyen energiákat mozgatok meg emett térben, hogy én mit kamatoztatok. Vannak olyanok, akik lehet, hogy az előző életükben nagyon sok negatív energiával éltek, és nagyon rossz cselekedeteket hajtottak végre, és ezeket átörökítik. Mert nem zárták le ezt a teret. És most is negatív energiákkal fognak élni. Hát ezt lehet látni, tudni, de én azt mondom, hogy lehet, hogy azért, mert az előző életeikben is így működtek, és nagyon rossz dolgokat tettek. És sajnos ezeket az erőket most is áthozták. Illetve nem azt mondom, hogy áthozták, hanem azt mondom, mindjárt lerajzolom még egyszer, hogy ugye itt van az, az, aura, és akkor mondjuk ez a korábbi testetöltésünk, meghaltunk, és ebben az aurában jött létre a mostani testünk is. Na most, hogyha ebben az aurában rengeteg negatív erő volt, mert azt mozgattuk meg akkor most is, mert amit mondtam, az aura, az nem múlik el, csak a test és akkor ugyanabban az aurában, vagy térben fog megfogalmazódni, vagy létrejönni ez a test, és akkor ő ugyanúgy ezeket a negatív energiákat fogja megmozgatni, hát addig, amíg nem írja fölül pozitív erőké. Mert ha felülírja, és mondjuk ez az illető megint meghal, aztán megint újra születik, ugyanabban az aurában nyilván, de ennek már más az összetétele, mert sokkal több pozitív energia fogalmazódik meg, akkor ez az ember úgymond jóvá érhet de csak akkor, hogyha átalakítja ezt a rendszert. És akkor beszéltünk arról, hogy amikor ilyen nemi kibillenés van, ott is ez van, hogyha mondjuk egy férfi sok női energiát mozgat meg, sok női energia van az aurájában, akkor, akkor ezt úgy lehet helyreállítani, hogyha az ő energetikai terét ö, úgymond átrendezzük, vagy ő saját maga, és sokkal több férfiasabb energiával él, működik, rezgéssel. De viszont igen, lehet, hogy ehhez az kell, hogy az előző életbeli, vagy az előző életekből hozott energiákat, ezeket az energiákat lezárjuk. Mert ha nem zárjuk le, akkor ugyanúgy fognak hatni. Hú, ez egy nagyon kemény téma. Igen, az a jó kérdés, hogy az ember mit zár le. És az is tök jó kérdés, hogy mit nyit ki. És itt most az energiákról beszélek. Persze ez mindenre igaz, hogy én mit zárok le, és mit nyitok ki. Mindenre igaz. Melyik ajtót nyitom ki, melyiket zárom be, melyik kapcsolatot fejezem be, és zárom le, és melyik, melyiket nyitom ki, úgymond, vagy, vagy kinek szavazok bizalmat, kitengedek be az én körömbe, vagy köreimbe. Meg hát az életünkkel kapcsolatban igazából nagyon sok ilyen terület megfogalmazódik, ugye? Hogy én mifele indulok el? És mi az, amit magam mögött hagyok? De itt ugye arról is beszélni kell, hogy, hogy milyen energiákat örökítettem át, és mi az, amit hátrahagytam, mert lehet, hogy voltak olyan energiák, amelyeket már nem örökítettem át a korábbi életeimből, mert lehet, hogy tudtam azt, hogy nem lesz erre szükség. Most mondok valamit. Hogyha arról beszélünk, hogy kinek milyen mondjuk a tehetsége, vagy a képessége, ez is minden energia. Na most, hogyha mondjuk nekem most valamihez nagyon erősen van tehetségem, például ahhoz, hogy 811. alkalommal improvizáljak, akkor valószínű, hogy az előző életeimben is ezt már megcsináltam sokszor, és ezt a teret nem zártam le, magyarul ezeket az energiákat átörökítettem, és ezek ezen energiák által is tudok mondjuk ennyit beszélni. De most mondjuk azt, hogy én például nem tudok több nyelven mondjuk profin beszélni. Igazából egy idegen nyelven sem nagyon tudok. De állítólag nekem öt nyelven kellene profi szinten, mestri szinten beszélni, mert elvileg vannak ilyen energiáim, de az is lehet, hogy ezek az energiák elvesztek valahol, mert lehet, hogy én ezt lezártam, mielőtt most leszülettem, mert tudtam azt, hogy erre most nekem nem lesz igazából szükségem. Mert arra volt és van szükségem, hogy én magyarul beszéljek, és így. De mondjuk lehet, hogy aki most öt nyelven beszél profi szinten, az ezeket az energiákat örökítette át, magyarán ezt a teretől nem zárta le, mert tudta azt, hogy most ő lehet, hogy ebből fog élni. Lehet, hogy tolmács lesz az illető, de ezt lehet tudni, mielőtt az ember leszületik. Sőt, mondok még valamit, ezen tervek után születünk csak le. És hogyha, és hogyha az ő tervében, vagy az ő mostani életében az fogalmazódott meg, hogy mondjuk, egy profi tolmács lesz, és ez lesz a feladata, akkor nyilván ezt a terető nem zárta le. Mert ha lezárta volna, akkor most nem tudna így beszélni. Mert nem kapott volna annyi energiát. És nem tudta volna aktiválni ilyen szinten a tudását, ami, még egyszer mondom, az előző életekből is származhat, meg persze a mostaniakból is, vagy a mostaniból is, de ha nekem ez nem dolgom, és tudtam azt, hogy nem lesz dolgom, akkor valószínű, hogy ezt a teret én lezártam. Vagy maga ez a rendszer automatikusan lezárta. Például. De ez mindig nagyon jó kérdés, hogy ez hogy van. Egyrészt, másrészt arról is beszélni kell, hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket esetleg azért zártak le, hogy, hogy te elindulj egy másik úton, elkezd kutatni, fejlődni, de valószínű, hogy, hogy ezen területek iránt az ember nem fog olyan szinten érdeklődni, mert eleve ezek az energiák nem is jönnek át, és nem is fognak motiválni, késztetni. Hát nagyon nem mindegy, hogy mi az, ami motivál, mi az, ami késztet. Nagyon nem mindegy. Egyébként nagyon sok ilyen alkotói energia is szabadulhat föl. Akik most nagyon erős ilyen alkotói vénával élnek, ők valószínű, hogy a korábbi életeikben is így működtek, és sok mindent folytathatnak most is, akár amelyeket mondjuk korábban elkezdtek. Mert ezeket az energiákat, mondjuk úgy, hogy infokat átörökítették. Nem zárták le magyarán ezt a teret, én azt gondolom, hogy szándékosan nem. Tehát én azt gondolom, hogy erre valamilyen szempontból tudatosak voltunk. És amit meg lezártunk, azt azért zártuk le, mert tudtuk azt, hogy ezekre a dolgokra most nem lesz szükségünk, vagy kevésbé. Persze szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy százszerzelékosan le lehet zárni ezeket a rendszereket, mert az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy csak arról kell beszélni, hogy vannak olyanok, amelyek erősebben dominálnak, olyan energiák, és olyanok is, amelyek kevésbé. Igen. Na, ez az, amit mondok, és erről mindenképpen kell beszélni, mert most megint jött egy ilyen nagyon fontos dolog, vagy gondolatiság, hogy, hogy lehet az, igen, hogy, hogy megcserélődnek a nemi energiák, hogy itt van egy férfi test, itt van egy női test, de mondjuk az előző rendszerből fordítva hozták át ezeket az erőket, energiákat, és akkor a férfi testben lévő egyén megjelent női, mint a képpel, a női testben lévő egyén meg megjelent férfi mint a képpel, mert ezeket az energiákat közben kicserélték. Vagy lehet, hogy az előző életükben ugye így működtek, nem, nem cserélték vissza, ezt nem zárták le, vagy nem rendezték tulajdonképpen ezeket az erőket, és akkor most így nyilvánultak meg. Hát jó kérdés, hogy egyrészt ilyenkor mi van, másrészt, hogy ezt hogyan lehet visszarendezni, és hát ugye egyáltalán vissza kell -e rendezni, bár gondolom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy persze, hogy ezt vissza kellene rendezni, hogy mindenki a saját maga minőségének feleljen meg. De most mondok még valamit. Szerintem ez is ide tartozik, hogyha már az energiákról beszélünk. Vannak olyan gyerekek, akik mondjuk ilyen ősöregek. Hát mondjuk én is ilyen voltam, hogy mondjuk én már öt évesen ilyen tételekről beszéltem, mint amelyekről most, csak hát azért nem így, meg nem ennyire részletesen. Ez valószínűleg azért van, mert a korábbi életeimben, és az is lehet, hogy mindegyik életemben ilyen tételekről beszéltem, mert én amúgy is ilyen ősöreg vagyok, és nagyon régről származom. Na, ezeket az energiákat valószínűleg átörökítettem, és ezért van az, hogy én most ilyen tételekről beszélek, mesélek. Tehát lehetnek itt olyan gyerekek, sőt, persze, hogy vannak, akik mondjuk pár évesen, mondjuk igazából ők ezer évesek, csak a testük ugye pár éves fizikum, de a szellemiségük, a lelkiségük az meg, az meg, nagyon öreg. Azért, mert ők meg ilyen energiákkal jöttek. Ezeket az energiákat örökítették át. Ezért mondtam azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember energetikai terében mi fogalmazódik meg, mert az fog dominálni, az fog késztetni, az, az fog rengeteg mindent meghatározni. És az sem mindegy, Főleg az a nem mindegy, hogy én pozitív energiákat mozgatok meg, vagy negatívat, hogy én mit örökítettem át. Persze ezeket felül lehet írni, és elkezdhetem én mozgatni a mostani testetöltésemben a sok-sok pozitív erőt. De ha valaki nagyon sok negatív erőkkel élt, akkor tudja, hogy most is. Mert nem gondolom, hogy a két töltés között létrejöhetett pálfordulás. Pálfordulás igazából csak fizikumban jöhet létre, szerintem. Az itteni helyzetek, szituációk által akkor, hogy az ember alázatot tanul és végigmegy egy ilyen úton. Különben ez nem fordul meg, és akkor ez az illető most is nagyon sok negatív energiát fog működtetni. Mondjuk azt, hogy igen, a karma, mint olyan, az nagyon erősen mm, dominál. Nagyon nem mindegy, hogy nekünk most milyen feladatunk van, hogy mit kell felülírni, mit kell jóváírni. De beszéltek arról is, hogy beszéltünk arról is, hogy ha mondjuk én nagyon sok úgymond pénzenergiát mozgattam meg az előző életem valamelyikében, rengeteg pénzem volt, az nem biztos, hogy most is az lesz vagy most is nagyon sok pénzem lesz, hát lehet, hogy még lesz, de, de valószínű, hogy ezeknek az embereknek mondjuk a következő életükben azt is meg kellett tanulni, hogy milyen az, amikor a másik oldalon vannak, tehát nem negatív oldalt akartam lerajzolni, hanem a másik pólust. Tehát, hogy milyen az, amikor a másik állapotban vagyunk benne, és ezen az úton megyünk végig, és ezt is megtanuljuk, hogy ez milyen. Mert amit mondtam, itt minden kettős, ugye? Minden kettős, és mindkét fajta oldalt ki kell próbálni. Ez, mondjuk úgy, hogy ez valamilyen szempontból a karma törvényszerűsége. És ezt is ki kell próbálni, meg azt is. Férfitesben is kellett már élni, meg testben is kellett élni. Gyerekként is éltünk már sokszor, meg felnőttként, meg idősként. Gazdagon, szegényen, stb. stb. Mert minden kettős, mindennek két oldala van de hogy én mit törekítek át, és mi az, amit lezárok, és mi az, amit nyitva hagyok, az nagyon nem mindegy, és azért nem mindegy, mert nagyon sok minden ettől fog függni. Sőt, lehet, hogy minden ettől függ. Persze jó kérdés, hogy ezeket a tereket hogyan lehet lezárni. Hogyan lehet ezeket az energiákat rendezni? Mi az, amit az ember nyitva hagy, mi az, amit nem hagy nyitva? És ha valamit én nyitva hagytam, akkor abból én mit kamatoztatok, hogy abból mindent kamatoztatok, vagy nem? Lehet, hogy nagyon sok ember úgy él, hogy, hogy, nagyon sok ilyen energia fogalmazódik meg, meg info a terében, mert sok minden nyitva vagyok, de ezeket nem kamatoztatják, észre sem veszik. Hát ezért kell úgymond végigmenni az úton, és nagyon sokat kutatni, vizsgálódni, és tudatosnak lenni úgymond ezekre a vállalásokra, és azt is vizsgálni kell, hogy az előző testetöltésekből, megtapasztalásokból én milyen erőket hoztam át. Mert ha én valamilyen energiát nem hoztam át, és nem örökítettem át, akkor azokat nem fogom tudni kamatoztatni, és bizonyos dolgokat akkor nem fogok tudni létrehozni. Maximum úgy, hogyha most esetleg újra termelem ezeket az energiákat, de szerintem, hát ezt nem nagyon lehet megtenni, mert ezek az erőkre is szükség volt, vagy van, vagy lenne, de mivel le van zárva, és már nincs, és nem működnek, ezért ezekből én már nem tudok meríteni, és nem tudok bizonyos dolgokat létrehozni. Magyarán most én nem tudok mondjuk öt nyelven perfekt beszélni. Mert ezeket a mintákat nem örökítettem át. Persze most lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy hát meg lehet tanulni. Én mondjuk nem akarok megtanulni, tehát engem ez úgymond nem érdekel, én nem akarok ebbe energiát fetszölni, mert az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy nekem erre eme munka során, vagy misszió során erre nem volt szükségem. Nekem más dolgra volt szükségem. Azt viszont meg nagyon komolyan művelem, és ezeket az energiákat nagyon keményen, és komolyan áramoltatom, és mozgatom meg. Különben ezt a vállalást nem is tudtam volna végigcsinálni. De egyébként beszéltünk arról is, hogy örökölhetünk is különböző energiákat. Vagy kaphatunk ajándékba, vagy a másik felünktől is nagyon sok mindent hozhatunk és meríthetünk és kaphatunk, és oda-vissza, meg az egyetemes rendszerből is nagyon sok energiát kapunk, vagy maga ezt küldi le ezeket az erőket. Tehát az a jó kérdés, hogy ki mit kamatoztat, ki, mi, ki miből merít, ki mit vesz észre, és ki mit nem. Szerintem ma már nem fogok tudni több mindent elmondani erről a témáról, mert rettenetesen elfáradtam magyarán. Most eme adásban nem tudtam annyi energiát belefetszőni, illetve tudtam, meg át is tudtam hozni, hiszen most már több mint egy órája beszélek. Szerintem azért elég komoly tételekről mondjuk így. meg lehet, hogy olyan dolgokról, amelyekről nem nagyon beszélt eddig senki, vagy nagyon kevesen. De egyébként szerintem nagyon fontos megvizsgálni azt tényleg, hogy mi az, amit az ember nyitva hagy, mi az, amit lezár, mert nagyon nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy, mert ez, ez fogja az egész életünket meghatározni, és nem csak ezt, mindent. Az egész szamszárát mondjuk így. Meg azt is, hogy ezek után mi lesz. Hogy én a jövőbe mit viszek át. De a jövő az nem csak a mostani életemre vonatkozik. Hát ennél sokkal tágasabb ez a kategória. Az sem mindegy, hogy az ember kivel van kapcsolatban. Sőt, mondok még valamit, az sem mindegy. Az nagyon nem mindegy, hogy ki, ki, a másik felünk, vagy ki az, aki eme térben, aurában még megfogalmazódik, mert, mert ugye, amit mondtam, dualitás van, ergo ugye ebben az aurában, ebben a térben ugye két személy foglal helyet. Hát van egy olyan, aki ugye a női testet mintázza, a másik meg a férfi testet. Hát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk ő milyen energiákat mozgat meg, mert az hozzám is át fog jönni. És én is úgy fogok működni és cselekedni. De ez fordítva is igaz. De mondok még valamit, a gondolat is energia. Tehát az sem mindegy, hogy mondjuk én mire gondolok. Hogy milyen gondolati energiákat mozgatok meg, mert az ide is átjön, mivel egy aurában vagyunk benne. Tehát egy aurában vagyunk benne, ezért minden hat. Oda-vissza alapon, minden fog hatni. És egymást fogjuk motiválni látatlanul is. És ugyanazok az információk fognak lejönni hozzá is, meg hozzám is. És ugyanazokat az energiákat fogjuk megmozgatni, ugyanolyan gondolatisággal fogunk élni ezért. Valószínű, igen, hogy a mi energetikai terünk az tuti, hogy közös, és hogyha ő valamit lezárt ebben, akkor az nálam is lezárult. Ha valamit én kinyitottam, az nála is kinyitódott, mondjuk így, és felszíre jött. És ezért lehet az, hogy hasonló, nem hasonló, ugyanazokat a szakmákat választottuk, mert ugyanazokból az energetikai mintaképekből merítünk, Magyarán mondjuk azt, hogy ez az energetikai rendszer megkettőződött, két testbe jött le, egy nőibe, meg egy férfibe. Nem igaz? Hát ez így van. Most majdnem kimondtam egy nevet. Itt volt a számon, de nem mondom ki a nevet. Tehát igen, igen. Na, erre most jöttem rá. Százszerzelékosan, illetve nem mondom, hogy most. Folyamatosan jövök rá ezekre a dolgokra, már mondjuk nem tudom, hogy tíz éve, vagy nem tudom, hogy hány éve. De igen, tehát, hogy valószínű, igen, hogy arról kell beszélni, hogy, Akár egyszer is lezárhattunk különböző tereket, vagy rendszereket, energiákat. És lehet, hogy voltak, olyan, amelyek, voltak olyanok, amelyekre ö, ugyanúgy azt mondtuk, hogy mind a ketten egyöntetően egy oké, ezt lezárjuk, mert erre nem lesz szükség. Ezt kinyitjuk, mert ebből fogunk élni, mert ezekre az energiákra szükségünk lesz. És ez ugyanúgy jött le, mint két félnél. De az is, az is, hogy, hogy mi az, amit lezártunk. Ha mondjuk én feltételezzük, ha mondjuk én most nem tudok egy idegen nyelven sem, mondjuk magas szinten beszélni, vagy lehet, hogy sehogy sem, akkor tudja, hogy ő sem. Biztos, hogy nem tud. Mármint az én férfi énem, vagy férfi megfelelő a másik felem. Azért nem, mert ha ezt lezártuk, ezt a teret ketten egyöntetőleg, akkor mivel egy térben vagyunk benne, ezért hozzá sem jön le, meg hozzám sem ez az energia. Viszont hogyha mondjuk én 810 alkalommal tudok improvizálni, profi szinten, magyarán nagyon jól tudok improvizálni, akkor tudja, hogy ő is jól tud improvizálni. Mert akkor ezt az energetikai rendszert nem zártuk le, és akkor mind a kettőnknél ez nyitva van, és akkor neki is lesz egy ilyen tehetsége, meg nekem is. Ha mondjuk én nagyon üres, ügyes riporter vagyok, mert az vagyok, akkor ő is soroljam. Ha mondjuk az én, vagy az én nemi energetikám felborult, akkor az övé is. Mert egy térben vagyunk, és akkor ezt valamiért nem zártuk le, vagy nem egyenlítettük ki, vagy valamit nyitva hagytunk, egyöntetűleg ugyanúgy fog tulajdonképpen ez a két fél működni, akik nem is külön felek, hanem egyek, mert egy mint vannak, csak hát két testben foglalnak helyet. De ők mindig is egyek voltak. Mert egy, egy aurában léteznek, egy ilyen rendszerben, és akkor ennek a rendszernek az összetétel totál azonos lesz. És lehet, hogy, ö, sőt nem lehet, szerintem százszerzékosan biztos az, hogy, hogy egyszerre nyitogattunk és csukogattunk ki bizonyos dolgokat, vagy, vagy egyöntetűleg döntöttünk arról, hogy mi az, ami nyitva legyen, és mi az, ami csukva a mostani életünkben. Persze jó kérdés, hogy a korábbiakban ez hogy volt. Én sok minden emlékszem. Úgyhogy, ha valakit ez, ez, érdekel, akkor, akkor meg kell keresni, és akkor ezt elmondom. Hogy ez hogy volt például a korábbi életekben, mert én nagyon sok... Hát igen, a kettőnk életére, a korábbi életekre én emlékszem többre. Hát olyan három-négyre emlékszem, hogy ez hogy volt, miképpen. Ha mondjuk ö, ö, most valamilyen nagyon erős tehetséggel élünk, akkor valószínű, az előző életekben is az ugyanígy volt, de akkor ez mindkét embernél ugyanúgy lejön. Maga a tehetség, mint olyan. De ugyanabban lesznek tehetségesek. Tehát az nem lehet, hogy mondjuk... Mondjuk, ha az ikerlelkekről beszélünk, hogy mondjuk én profi úszó vagyok, és mondjuk a másik felem meg nem, és belefullad a vízbe, mert hogyha én profi úszó vagyok, akkor az ikerlelkem is profi úszó. Nem vagyok profi úszó, éppen ezért szerintem ő sem az. Az is lehet, hogy nagyon nem is tud úszni, <laughs> nem tudom, mert annyira én sem. Hát valamennyire igen, de nem, nem olyan szinten, mert ezt a fajta energetikai teret, vagy energiákat nem örökítettük át. Lehet, hogy valamelyik másik töltésünkben. igen, mind a ketten profi úszok voltunk, mondjuk 500 évvel ezelőtt, de lezártuk, mert azt mondtuk, hogy már nem akarunk profi úszok lenni, és erre a tehetségünkre vagy energiára nincs szükség. Most arra volt szükség, hogy olyan energiákat mozgassunk meg, ami által mondjuk tudunk improvizálni. Vagy verseket mondani, vagy szavalni, vagy riporter munkákat elvégezni. De hogy nyelveket nem tudunk beszélni, az tuti, de szerintem ő sem. Mivel, ahogy mondtam, tehát, hogyha én most öt nyelven tudnék perfekt beszélni, akkor tuti, hogy ő is. Mert akkor az hozzá is átmennének ezek az energiák, de mivel én nem tudok, ezért ő sem, vagy mondjuk azt, hogy mivel ő nem tud, ezért én sem. Ennyire durván összefügg ez a két dolog. Ennyire durván úgymond összeadódnak az energiák, vagy éppen nem. És kb. hat oldalt le tudok erről írni, hogy mi az, ami ugyanolyan, 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 és mi az, ami nem. És mondok még valamit, a körülmények is, vagy a különböző állapotok is ugyanígy nyilvánulhatnak meg energetikailag, ha mondjuk nekem nincs most apa a képem, mint a képem, és mondjuk én apa hiányos vagyok, akkor ő is az. Mm -hmm. Mivel ez is azonos, mivel ezt a teret is valamiért lezártuk, nem véletlenül, szerintem ugyanazért zártuk le mind a ketten ezt az apa apa képet. Igen, és azt is meg tudom mondani, hogy miért. De ezt most lehet, hogy nem fogom elmondani, hogy maradjon titok, de én erre rájöttem már, hogy miért. Hát a fejlődésünk szempontjából erre szükség volt. Azért, hogy valamit kihozzunk saját magunkból. Például. De ahogy mondtam, ez csak egy szelet ennek az egész történetnek. Ezer millió dolgot fel tudok sorolni még, hogy mi az, ami, ami megegyezik azért, mert ezeket az energiákat egyszerre zártuk le, és hogyha lezártuk, akkor mindkét félnél lezárult ez az egész. Viszont, hogyha valamit kinyitottunk, akkor az, azok azok az energiák mindkét félnél ugyanúgy fognak hatni, és ugyanúgy fognak megmutatkozni. Igen. És ugyanazokat a művészeti ágakat fogják választani, és minden ugyanúgy fog lejönni, minden információ, minden ismeret. Csak az egyik egy női testet fog mozgatni, a másik meg egy férfi testet. De amit mondtam, hogyha kicserélték az energiát, akkor ez az egész úgymond fel van borulva, mert ilyen van. Ilyen van, és ez, Ilyen esettel én már máshol is találkoztam, hogy az iker lelke kicserélik, kicserélik az energetikájukat, és akkor van úgy, hogy a férfi él női energiákkal, a férfi test, a női test meg férfi energiákkal, mert itt felborult ez az egész. Hát lehet, hogy erről is úgymond szándékosan döntöttünk, így nem tudom, jó kérdés, lehet, hogy azért, mert ezzel van valami feladatunk. Hát biztos, hogy van, ez egy ilyen nagyon erős szembesülés lesz hogy ez milyen, vagy ez hogy tud úgymond rendeződni, tud -e egyáltalán, vagy ezt így kell hagyni, nem tudom. Ez mindig attól függ, hogy ki hogyan dönt. Hogy ezzel foglalkozik el, vagy sem. De itt szerintem főleg a tehetségről kell beszélni. Hogyha az egyik tehetséges valamiben, akkor a másik is tuti, hogy ugyanabban tehetséges lesz, és valószínű, hogy ugyanolyan utat jár be, csak lehet, hogy az egyik több energiát mozgat meg, és akkor lehet, hogy sokkal sikeresebb lesz, mint a másik, megismertebb például. Igen, ez azért lehet, mert lehet, hogy nála ez a szegmens erősebb, vagy jobb több energia jutott neki. Vagy több energiát tud megmozgatni, mint mondjuk a másik. Igen, ez is előfordulhat, hogy igen, tehát hogy valamiért ezen az energetikai rendszeren nem osztoznak százszerzelékosan testvériesen, <laughs> igen, az is lehet, hogy ő sokkal több energiát mozgat meg, a másik meg kevesebbet, de a vállalás az ugyanaz lesz. Ugyanarról fognak beszélni, mert ugyanazokat a tereket, rendszereket, infókat örökítették át, vagy hagyták nyitva. Úgyhogy mondjuk azt, hogy Open, <laughs> Méda, vagyis nem is Méda, hanem Méda. És akkor most van 2022, ezt mindig elrontom, és június 17-e, jegyezzük meg ezt a dátumot, de főleg ezt a szimbólumot, mert most már tudom, hogy miről szól ez az egész hála az égnek, végre eljutottunk ide is, ideig is, nem? Tehát kellett hozzá úgy kb. 7 év, vagy 5 év, vagy nem is tudom, hogy mennyi, de az a lényeg, hogy elértünk ide is, nem igaz? Hát, Hosszú menet volt. Hát lehet, hogy nekem kevesebb energia jutott, és ezért jutottam én el lassabban, úgymond erre a fajta megállapításra, felfedezésre, tényre, igazságra. Hát remélem, hogy mondhatjuk azt, hogy ez az. Igen. De, 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 de szerintem főleg ez a legfontosabb, a szabadság <laughs> ebben a történetben, illetve mindenkinek a történetében a szabadság a legfontosabb, de főleg ebben a területben, mert valószínű, hogy ezeket az energiákat egyikünk sem zárta le, és azt mondtuk, hogy igen, szabadon kell élni, szabadságban, önállóan, ezeket az energiákat megmozgatva, a szeretetve felé fordulva úgy, hogy benne ne legyen akadály, ne fogalmazódjon meg.